Bonyhádon is örömmel üdvözölték a Tolna megyei kosárlabda szövetség a helyi sportnák történéseire reagáló kezdeményezését, az U13-as korosztályt megszólító önálló utánpótlás bajnokság elindítását. Mert a bajnoki éles mérkőzések sokat segítenek, nagyon sokat, a gyerekek képzésében, a csak edzések helyett, no és azok a 14 évesek, akik nem férnek be, vagy csak epizódisták saját csapatukba, azok itt egyen lejjebb játék lehetőséghez jutnak. Van U11, U12, akkor ez az U13, csak hogyha vannak nagy különbségek a korcsoportok között, illetve a gyerekek között is. Van, akik mondjuk most kezdik el, van, akik már régebb óta, de lassabban fejlődnek, vannak, akik pedig hozzájuk képes, esetleg ügyesebbek. Így a keretből is kimaradt három gyerek, akik a meghatározók az U14-be, őket itt nem játszhatom, de azt mondom, hogy ez segítség nekik, hogy fel tudjanak zárkozni esetleg hozzájuk. És az a lényeg, minél több meccset játszanak, és az eredmény másodlagos, de azt mondom, hogy ez tökéletes nekik a felkészülés. Ebben a korosztályban nem panaszkodhatnak a játékos hiányra a bonyhádiak. A jóval kisebb merítési lehetőséggel bíró Bátaszékek elleni meccsükön is látszott, még úgy is, hogy néhányan otthon maradtak, rendelkeznek elég magas, mozgékony és labdaügyes gyerekkel, akikkel talán már sikerült megszerettetni hosszabb távra a kosárlabdát. Hát mindenképpen azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, és most szerintem nagyon jól állunk, de ez a Bátaszék is egy nagyon erős csapat volt, úgyhogy mindenképpen küzdeni kellett. Még annyira jól nem dobok középtávolról, abban mindenképpen kéne fejlődjek szerintem, és hogy minél többet kéne passzoljak szerintem. Azt látom, hogy már szépen bemész a palánk alá, 2-3 védőt is meg tudsz verni. Ez az erényed? Hát ez is, de még a sok jó labdakiosztás. Leosztás. Akkor irányítónak teremtett a sors? Hát szerintem igen. A fő cél mindenképpen az lenne, hogy ezeket a srácokat a bonyhádi ihűben is viszont láthassuk mi hamarabb, az ott is kiemelkedőket pedig a felnőtt másodosztályú csapat is számításba vegye. Sajnos egy-egy nekibuzdulást sokszor követte a közelebbi és a távolabbi múltban visszaesés, a serdülőkor után sokan felhagytak a játékkal a völgységben. Most talán most elindul valami, egyre többen jönnek vissza. Nagyon sokan abba hagyták a kosárlabdát bizonyos okok miatt, de most nagyon sokan visszajöttek. Az, hogy milyenek, az mondom még másodlagos, az a lényeg, hogy legyen egy jó mag, illetve sok játékos, és abból majd később ki fog alakulni, hogy ki azok, akik be tudnak kerülni esetleg a felnőtt keretbe. Ezt szeretnénk elérni, tehát hogy Bonyhád ne hozott játékosok legyen, hanem törzsgyökeres bonyhádiak, de szép lassan, tehát azt mondom, hogy évek kellenek hozzá, de rajta vagyunk, próbálkozunk. Kell is, mert helyi bonyhádi fundamentum nélkül nehéz elképzelni hosszabb távon egy stabil NB1-B-s bonyhádi férfi kosárlabdát.